A múlt hétvégén pénteken este érkezett vissza Kolozsvárra a János Zsigmond Unitárius Kollégium biciklitúrás csapata. A 11. túrán Lengyelország Krakkó városáig tekertek a diákok, meg annyi élményt és életre szóló tapasztalatot gyűjtve a két hét alatt. Nem sokára a főszervező tanárral és az egyik résztvevő diákkal beszélgetek a stúdióban, előtte azonban nézzünk meg egy riportot, amely a háttérmunkát végző csapattagokról szól. Krakkóba indult idén a Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium biciklitúrás csapata. Eddigi legnagyobb létszámban, eddigi legtöbb újonccal, jól felkészült szervezőcsapattal és biztonságot nyújtó 7 autó kíséretével vágtak útnak, hogy 11 nap alatt elérjék a lengyelországi várost. A háttérmunkát végzők csapata 12 tagú volt. Régi és új bicatúrások, akik ugyanúgy beépültek a csapatba, mint a bringások, olykor könnyebb, máskor nehezebb feladatokat láttak el, mint a naphosszat tekerők. Előfordult, hogy ők maguk is biciklire pattantak, de mindenképpen ők jelentették a biztonságot, a fizikai és lelki támaszt, a felelősségteljes odafigyelést a hosszú út során. Most tőlük kérdeztük, milyen számukra a bicatúra. Az első még csak egy autó kísért minket, 30-uknak volt összesen 5 sisakja és 2 kesztyű, amiket váltogatva használtunk. És olyan lezser volt az egész, nem tartottuk be szigorúan az előre megtervezett dolgokat. És akkor lassan-lassan az évek haladtak, most már mindenkinek kötelező a felszerelést használni, nagyon precízen megtervezzük és tudjuk is tartani ezeket a dolgokat. Technikailag hatalmasat változott az autók, amik kísérnek, a fürdőberendezésünk, a víztartállyal, a hűtőnk és egyéb ilyen technikai részletek. Tehát nagyobb a kíséret és nagyobb a biztonság. Igen, ez ahogy telnek az évek, erre egyre inkább odafigyelünk. És ez valamilyen szinten befolyásolja a csapat alakulását, a csapat szellemet? A csapat szellemet konkrétan olyan értelemben, hogy ők is biztonságban érzik magukat, de ők még ezt igaziból nem érzékelik. Nekik az a fontos, hogy letekerjék azt a napi kilométert, ami ki van hagyva, hogy élvezzék, hogy szórakozzanak, hogy együtt legyenek. Szekernyés Réka a földrajzszakos tanára kezdetektől kíséri a csapatot. A második túrától folyamatosan jelen van az expedíción, a fiatalokkal együtt kerékpározik, figyel rájuk és morálisan támogatja őket. Emellett fényképezéssel, a blogra feltöltendő fotók válogatásával is foglalkozik. Nagyon jó kedvű biciklitúra volt, nem voltak konfliktusok, nem voltak betegségek, nem volt eltérés a tervtől. Ennek ellenére a gyerekek jól volt látni, hogy kiléptek a komfortzónájukból és küzdöttek. Tehát meg kellett küzdeni a kánikulával. Egy adott pillanatban kikiabált valaki egy autóból, hogy megbolondultatok, hogy 38 fokban bringáztok. És akkor utána jött 5 nap, nagyon hideg, 11 fok, szél, torrenciális esőzések. És ők továbbra is csillogó szemmel és jókedvűen tekertek. És tekertek fel az emelkedőn, és ha velem meg gyengélkedett, akkor sem nyavajgott, hanem türelemmel viselte. Tehát ez nem végig jó volt, hogy jókedvűek és vidámak. Nekem az egyik legfontosabb hozadéka a túráknak az, hogy megismerhetek újabb-újabb generációkat az iskolapadon kívül. Tehát nem csak úgy, hogy minket elválaszt egy katedra, hanem együtt ázunk, együtt küzdjük meg az emelkedőket, együtt örülünk a megérkezésnek, együtt újongunk, együtt fürdünk a patakba, és ez sikerül a gyerekeknek megismerjem egy másik oldaláról is. És ez nekem nagyon-nagyon fontos. Amikor megkezdődik szeptemberben az iskola, és elmegyünk egymás mellett a folyosón, és összevillan a szemünk, akkor tudjuk, hogy abban benne van ez az együtt eltöltött 2 hét. Idén külön főszakácsa is volt a csapatnak. Egy szülő, akinek gyermekei most a szervező csapatban dolgoztak, és aki maga is barátjává vált a bringásoknak. Bölcsessége, bátorítása sokat jelentett számukra. Leonan crezut că la vârsta care o am, mă mai pot întâlni în viață cu experiențe atât de profunde care m-au marcat. A fost incredibil. De fapt, noi toți am plecat copii de aici și am ajuns acasă bărbați cu toții. Experiența a fost incredibilă și
ce am trăit cu copii și ce am trăit cu acei doi dascăli, Jolt și Reco, care cred că sunt puțin dascăli din țara asta care își asumă așa mare responsabilitate, așa mare nebunie să poată să ducă 38 de copii într-o expediție care mie mi s-a părut extremă pentru mine și pentru copii. Deci condițiile meteo au fost foarte vitrege, am avut mici aventuri, am avut copii care n-au fost niciodată cu cortul, au fost copii care n-au fost niciodată mai departe de 10 metri de părinți. Și ce a fost foarte, foarte interesant, faptul că eu i-am simțit că ei în astea două săptămâni cât am fost plecați și rupți de lumea reală, s-au transformat foarte mult. Paul Bordé nagyra értékeli a bicatúrát szervező tanárok munkáját. Példaértékű nevelési módszernek tartja a mai zavaros világban, és egyedi élményt jelent számára, hogy a biciklitúra idején új oldalairól ismerhette meg gyermekeit. Fica mea foarte bună la învățătură, dar foarte leneșă acasă. Și aici a fost incredibil, a spălat vase, a participat de dimineața până seara la toată acțiunea. Două vorbe despre meniu, despre cum ați pregătit mâncarea, de fapt, despre cum ați ales ce să pregătiți. De fapt, înainte de a pleca, am făcut o listă. Am întrebat pe Jolt din experiențele lui cam care este meniu, cam ce ar dori copii. Am stat două zile, am făcut o listă cu meniu pe zi, cu gramajele, cu care sunt tot în mașină, care nu le-am mai deschis. După aceea, practic, am improvizat tot timpul. Și povestea foarte simpatică este că, de fapt, au gătit copiii. De fapt, eu n-am făcut nimica. Asta a fost lucru incredibil. Deci aveam de curățat ceapă, de tăiat ceapă, de învârtit în ceaun, de... Au făcut ei tot. Eu doar am supravegheat și am primit gloria, aplauzele și mulțumirile părinților. Dar, de fapt, ei au făcut tot. Care iar a fost un lucru incredibil. Mátyás Metz Dávid korábbi biciklitúrás diák most csapatvezetőként vett részt a túrán. De sofőr is volt, meg egyébként ő a szerelő, és amúgy mindenes, mint sokan mások. Zippelni kellett csak, annyira profi a felszerelés, annyira jók az autók, biciklik, meg stb., hogy igazából nem nagyon van itt olyan, hogy bükkös tengelyt kelljen cserélni egy autón, vagy hasonló. De nem mindig volt ez így, vagy úgy tudom, hogy korábban is jártál a csapattal? Korábban is jártam a csapattal, viszont ezelőtti túrákon, amikor részt vettem, mindig volt egy igazi szerelőnk, akitől én mindent tanultam, és akkor viszont még kellett szerelni egy csomó mindent. Az volt a legjobb autónk, ami most a legrosszabb a hét közül, úgyhogy... Hát eddigi túrákon mindig bicikliztem, gyakorlatilag csak bicikliztem, és az idén hát szükség lett volna rám, mint első biciklis, hogy kicsit tanítson meg a az újakat, hogy hogy jelezzenek, hogy tartsák a tempókat, meg stb. Egy kis ilyen technikai rész. De amikor már volt olyan, akire rámertem bízni a csapatot, akkor beültem az autóba és végeztem egyebet. Ami kicsit felelősségteljesebb munka, úgy gondolom. Mint például? Hát a trailert vezettem, pontosabban a trailert húzó autót, és én szedegettem össze az ilyen elpotyogott bringásokat, akik nem bírták az emelkedőt, vagy éppen beszerettek volna szállni valamilyen okból kifolyólag. Milyen volt ez az idei út? Az útvonal az nekem nagyon tetszett, hihetetlenül szép helyeken jártunk. Kicsit furcsa volt olyan szempontból, hogy visszafele nem bicikliztünk, ez az első ilyen túrán volt, amin csak arrafele bicikliztünk, és vissza pedig levezettük így az egészet, egy húzamban. De az útvonal az nekem tényleg nagyon-nagyon tetszett. Mi az, ami megtart téged a biciklitúrások körében most már annyi éve? Hát ezt elég nehéz megfogalmazni. A biciklitúrának van egy olyan külön életérzése, amit ha valaki elkapta, és valakit elkapott a szíj, akkor utána már a gépszíj, akkor már utána mindenbe ezt keresi egy kicsit. Pálfi Csaba Ferenc 7 éve bicatúrázik. A kollégium diákjaként került a csapatba, most már szervező, ő felel a logisztikáért, az engedélyek beszerzéséért. A tanúgyi
jogszabályok által előírt irattagsamétát kellett összeállítani, egy közel 500 oldalas iratcsomó, melyet elő kellett terjeszteni az iskola vezetőségének is jóváhagyás szempontjából. Ez a szülőbeleegyezések mellett névre szólóan az orvosi vizsgálatoknak az eredményeit is tömöríti, egy külön kaland és elégtétel volt ezen belül is az illetékes hatóságokkal, közlekedési rendőrségekkel a kapcsolatfelvétel, az egyeztetés, és itt talán kitérnék arra, hogy külön köszönetet szeretnénk kifejezni a Szilágy megyei, illetve a Szatmár megyei közlekedési rendőrségnek a hathatos segítségéért, amit lényegében úgy éreztünk meg az úton, hogy nem a kötelességüket teljesítették, hanem 5 perc után megértették a túra lényegét, és mint segítő társak vettek részt olyan szinten, hogy mikor egy gyerek elfáradt és leszállt volna a bringáról, akkor a közlekedési rendőr lehúzott az autóval, a bringát félretette az útszélére, a gyereket beültette a rendőrség kocsijába, és ő is lényegében társszervezővé vált arra a pár 50-60 kilométer, ami az ő hatásköre volt. Magyarországon, Szlovákiában és Lengyelországban szintén Csaba tartotta a kapcsolatot a közlekedési rendészettel, és gondoskodott a biciklisek csoportos menetéről. A bevett stratégia az, hogy ahol az útviszonyok engedik, mindig a fehér vonalon kívül tartjuk a bringásokat libasorban fegyelmezetten, tehát nincs specifikus előírás, hanem ahol, de ez még egy eléggé fejlődő félben van, bicikli utak, tehát Magyarországon pont Nyíregyháza kiáratánál volt egy igencsak nagy meglepetésünk, hogy ráhelyeztük a bringásokat a bicikli útra, a gyerekek innen egész a Tokajig, a szálláshelyig bicikli út van, és 800 méter után a sofőrök arra döbbentünk, hogy hoppá, mert itt letér a bicikliút, és vége van, úgyhogy ott nagyon hamar, és hála az összeforrottságunknak hamar megint fel tudtuk állítani a csapatokat, és konvojban haladjunk tovább, tehát hogy kell egy nagy adag odafigyelés is, hogy miért véget, hogyan kell, és itt volt az a pillanat, amikor én is már éreztem, hogy a szervező csapat teljesen, bár sok új társunk jött, nagyon összeszoktunk, és percek alatt leolvastuk egymás gondolatait, és tudtuk, hogy itt vissza kell állni a régi hadrendbe, és úgy tovább vinni a bringásokat. Számomra, ami a legjobban a túrában megfogott, az, hogy meglévő barátságok megerősödnek a résztvevők között, illetve számtalan olyan embert, akivel köszönő viszonyban voltam iskolai szinten, mint osztálytárs vagy sulistárs, egy új szintre emelkedett a kapcsolatunk, az együttélésünk, a barátságunk. Tizenegy nap elteltével, 4 országon átvezető 700 kilométernyi út után a Bicatúra csapata megérkezett a célpontba. Szeretettel köszöntöm a stúdióban a Bicatúra főszervezőjét, iskolai aligazgatót Solymosi Zsoltot és a Bicatúra egyik résztvevőjét, Gyulai Farkas Bertalant, 10. osztályos diákot. Jó napot kívánunk, szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok. És most személyesen is gratulálhatunk, mert eddig csak telefonon tettük. Fantasztikus, amit véghez visztek évente, Zsolt. És először is hadd kérjelek meg, hogy még beszélj egy kicsit a szervezőcsapatnak a többi tagjairól, akiket nem sikerült megszólaltatnunk a tegnap. Így van, 12-en voltunk, tehát az, hogy egy 50 fős csapatot lebiztosítsunk, 12-en voltunk szervezők, 38 olyan diák volt, aki először vesz részt a túrán, és hát akik nem szólaltak meg, azok is vérbeli profi sofőrök, 21-22 éves volt diákjaim, akik ma már egyetemisták, illetve 3 olyan ügyes lány triónak neveztem magamban őket, akik tulajdonképpen a teljes háttérmunkát biztosították, amikor a táborhoz megérkeztünk, mosogatás, étel előkészítés, stb. Ott van még Vicréka, aki elől ment a kollégámmal, Gergővel, aki vigyázott tulajdonképpen az első bringásokra, és hát a blog írás sem volt egy könnyű műfaj. Itt azt kell tudni, hogy 3 nyelven, románul, magyarul és angolul próbáltuk a blogot minden estére elkészíteni. A román és az angol az otthonról ment, tehát szülők segítettek meg, barátaink. És a magyart azt ott írtuk élőben, ami nem volt egy könnyű dolog, 80-100 km letekerés vagy leszervezés után leülni és blogot írni. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, én hálás vagyok, hogy ezt a hátteret is most megmutattátok a tévén keresztül, hogy tulajdonképpen mit jelent egy ilyen történetet összerakni. Egyedül nem menne ez.
bizonyára is még egyszer mondom, fantasztikus, amit megvalósítotok. Berci, először vettél részt bicatúrán, miért jelentkeztél? Így van, ez volt az első bicatúrám. Valójában azért jelentkeztem, mert ki szerettem volna mozdulni a kényelmi zónámból, és ki szerettem volna próbálni magam olyan környezetben is, ami nem mindennapi, és úgy gondolom, jól teljesítettem, és alig várom a következőt. Ez mindent elmond, de tudtál a túráról, bizonyára követted az eddigiek útvonalait. Igen, követtem, és még gimnazista koromban folyton arról beszélgettünk az osztálytársaimmal, akikkel idén elmentünk a bicatúrára, hogy milyen jó lenne részt venni már rajta, és nagyon örvendek, hogy ez összejött. Bizonyára megvan az elképzelés róla, mint ahogy mi is gondoljuk, hogy sok minden, hogy történik a bicatúrán, nagyon sok információt kapunk a résztvevőkről. Azért más, amikor ott vagy. Mi az, ami esetleg eltért az elvárásaittól? Hát nem indultam túlságosan magas elvárásokkal, és ezért nagyon meglepett, hogy ennyire pontos és gördülékenyen folyik minden. Mindig azt figyelték a szervezők, hogy mire van szükségünk, sosem volt hiányunk semmiben, és ez nagyon jól esett. Gondoskodtak róla a szervezők. Egy kicsit talán most így összefoglalni az utat. Tehát elindultatok július 9-én reggel innen Kolozsvárról. Melyek voltak a fontosabb megállók, esetleg az emlékezetes események az út során? Olyan rég volt. Hát az első nap volt a legnehezebb, de azzal számoltunk, hogy kellő adrenalin van mindenkiben korán kelni, hajnali órákban kelni, úgyhogy 8-8 után el is indultunk a városból, a helyi rendőrség vitt és biztosított bennünket, és 104 kilométert tekertünk aznap Szilágy Balláig, tehát Zilahon túlmentünk, ahol egy rendkívül kedves úr várt bennünket, Máté úr, és a polgármester úr, az iskolaigazgató úr az iskola udvarát rendelkezésünkre bocsátotta. Itt meg is vert az első torrenciális eső, hogy érezzük, hogy élünk, de rögtön utána kaját készítettünk, láttam az előbb képeket a bejátszásban, ahol fociznak a gyerekek, tehát hogy be is indult a tábori élet. És akkor utána már nagyon gördülékeny volt minden, Tasnád, Nagykároly, megnéztük a Nagykárolyi kastélyt egy hétfői napon, ezért külön hálás vagyok az igazgatónak, hogy bevitt bennünket, és át is léptünk a határon, Máriapócson várt már a polgármester és 10 kedves néni, akik babgulyást készítettek nekünk, úgyhogy aznap nem kellett Pálónak főzni, nagyon morcos volt, nem volt dolga. Megnéztük a könnyező Mária ikont, ez egy nagyon híres görög-katolikus zarándokhely Magyarországon, és onnan mentünk tovább Toka irányában, most ott egy kempingben aludtunk a Tisza partján, másnap pedig egy néhány kilométerre levő pincészetbe is lementünk, hát úgy nem kell összekötni a bringázást a borivással, de azért megnéztük, hogy a tokai asszút azt hogy készítik, és a család elmesélte a borkészítés történetét. Az útvonal aztán tovább vezetett Göncz-Vizsoly fele, ahol ugye Károly Gáspár fordította a Bibliáját, már be volt zárva a múzeum. Bicatúrásnak lenni azt is jelenti, hogy néha lekésünk az ilyen normál keretekről, normál idő egységekről, de beértünk a Vámba, ott esti órákban tovább gördülve Kassán aludtunk, másnap tartottunk egy pihenőt, és nyugisan meg tudtuk nézni Kassa városát. Jó érzés volt bemenni a Domba, Rákócinak, az édesanyjának, a bajtársainak, fiának megnézni a nyughelyét a kriptában, de voltunk Márai szobránál is, körbeöleltük az öreget, és jó érzés volt ott lenni. Onnan pedig aztán begyorsultak a dolgok, mert Szepesváralja, illetve Lőcse, Késmárk vidékén már végig zuhogott az eső. Ott próbáltuk kompenzálni ezt mindenféle B-tervekkel, kibéreltünk egy házat, valakinek a jóvoltából megkaptuk egy vadászkastélynak a teniszpályáját, egy fedett teniszpályán laktunk, egész ilyen teniszezett a Vanda. Volt egy termálfürdő, ahol egy kicsit helyrehoztuk a hőmérsékletet magunkban, és hát jött a lengyel határátkelés. Érdekes módon picit csalódott voltam, hogy mindaddig, amíg a román meg a magyar hatóságok végig segítettek bennünket, a rendőri kísérletre értem, Szlovákiában meg elég jól el voltunk a széles utakon. Lengyelországban eléggé
felgyűlt a gondunk, és nagyon komolyan kellett az autóknak biztosítani a bicikliseket, lévén, hogy szűk, keskeny, de jó minőségű aszfalt van Lengyelországban, és valahogy mindenki aznap ott akart végigmenni, ahol mi is. Úgyhogy azt csináltuk, hogy 3 kilométerenként lehúztunk, és hagytuk elmenni a forgalmat. Volt egy fura történet is, egy közúti balesetbe csöppentünk bele, teljes mértékben le volt zárva az az út, ahol mennünk kellett, és akkor valahogy kikönyörögtük a hatóságokat, hogy legalább a bicikliseket engedjék át a baleset helyszínén. Egy nagyon súlyos baleset volt, egy helikopter, meg mindenféle mentőegység ott volt a helyszínen, és akkor a biciklisek átbújtak a kordon alatt, mi meg a hegyet megkerültük autóval, és így találkoztunk, tehát ez is egy külön utánajárást igényelt. Este megérkeztünk a Krakó előtti szálláshelyünkre, és akkor másnap volt a dicsőséges bevonulás. A bevonulás Krakóba, erről majd mindjárt. Ha jól értettem, talán a bejátszásban is elhangzott, hogy 3 részre oszlott a bringások csapata. Berci, te melyikben tekertél? Így van, 3 csoport volt. Én úgy terveztem, hogy úgy próbálom beosztani az energiáimat, hogy még estére is jusson az elhangzott focizásokhoz, vagy teniszezéshez. És ezért a 3. csoportban egy nyugodt tempóban végig tekertem az utat. De hát mondjuk el, hogy az elsők voltak, akik nagyon gyorsan hajtottak, a másodikok, akik olyan közepes szinten, és a 3. csoport, aki tempósabban bringázott. De induláskor ezek mind egy lassabb tempót, mindenki egy lassabb tempóban kezdte, de miután összeszoktunk, és már egyre jobban tudtuk egymásra odafigyelni, egyre gyorsultak ezek a tempók is. Tegyük hozzá, hogy a 3. csapat majdnem egy adott pillanatban 30 km/órával ment folyamatosan, úgyhogy azért az nem elhanyagolandó. A másik meg, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, ketten Misivel a záró vonal voltak azon a híres napon, amikor csak 13-an vállalták a bringázást, egy ilyen szakadó, torrenciális eső volt, szemből fújó szél hegyen fölfele, iszonyat kemény volt, és akkor szép nyugisan hátul tekertek fölfele a hegyen, tehát nem lehetett megállítani őket. Én ott voltam a záró autónál, és onnan bíztatgattam őket, de nagyon büszke vagyok rájuk, hogy végigcsinálták. Meggyőződésem, hogy azért vannak ilyen kritikus pontok, amikor úgy elege lesz az embernek a tekerésből, a biciklizésből, most már volt a tegnap is, a tegnap előtt is, már úgy képzelem, hogy nem tudom, 4.-5. nap nagyon nehezen indul el ismét az ember. Ilyenkor mi az, ami tovább lendít? Így van, amikor Tokajból indultunk Kassa fele, akkor már egészen fáradt voltam, de látva a többieket, és amikor végig teker az ember egy szakaszt, egy olyan elégtétel önti el, és ez adja igazából az erőt, hogy még tovább tekerjen. És akkor lesz erő hozzá, igen, és energia. Igen. Itt elhangzott, azt hiszem szó szerint kaptatok hideget is, meleget is az időjárástól. Mikor nehezebb, rosszabb haladni? Kánikulában, vagy viharos esőben? Hát számomra esőben sokkal könnyebb, mint a melegben. Igaz, hogy kényelmetlen utána levetni a vizes ruhákat, és talán nem száradnak meg másnap reggelig, de a meleg engem jobban kifáraszt, mint az esőben való tekerés. És amikor így elásztak a csapattagok, akkor hogy sikerült őket fitten tartani a további napokra? Mert ugye kellett tovább menni. Igen, picit visszacsatolok, hogy a melegre volt megoldásunk, tehát ott egy 1000 literes tartályból nagyon komolyan priccolottunk, vagy 2-3 volt az 50-ből, aki ezt nem viselte jól, tehát menekült, mint a macska a víz elől, de azon kívül jól alaposan megöntöztük a tarkójukat, és próbáltuk hűsíteni őket. Az esőre már nincs megoldás, tehát ott már nem lehet valamit a bicikli fölé eszkabálni, hogy könnyen lehessen bringázni. Ott nagyon fontos a megérkezés, tehát az, amikor megérkeznek, letekertik azt a 60-70 km-t szakadó esőben, akkor azonnal levetni a vizes ruhát, azonnal forró zuhany, azonnal forró leves, X adag C-vitamin, tehát nagyon komoly adag C-vitaminok voltak a túrán, és még az is volt ezen a napon, ha nem tévedek, hogy le is feküdtetek, beparancsoltak a hálózsákokba titeket, és egy kicsit tiltakoztak, de két perc után mindenki aludt, mert hogy azért egy nagyon komoly teljesítmény volt kimászni. Tulajdonképpen ez az egyik komolyabb hegy volt fölfele Szepes Bélánál, ami a lengyel határhoz vezetett, és nagyon büszke voltam rá, hogy végigcsinálták. Úgyhogy nekünk az a dolgunk, hogy ezt a záró részt biztosítjuk, nekik meg az a dolgunk, hogy kipróbálják maximálisan az energiájukat.
Vannak jó néhányan, akik szó szerint végig tekerték az egész útvonalat. Igen. Heten? Kilencen? Úgy emlékszem, hogy 9-en voltunk, igen, talán. És, te is köztük. Igen, gratulálok. Én is köztük voltam, és nagyon jó érzés volt megérkezni Krakkóba, úgyhogy tudjuk, hogy mögöttünk van 700 km biciklin, és az úgy nagyon jó érzés volt. Akkor a sikerélmény lehet. Igen. Na és akkor Krakkó, talán 2 napot töltöttetek ott? Egy estét, meg 2 napod, tehát hogy az az est, az a megérkezés is nagyon diadalittas volt, és akik már jártak Krakkóban, ugye a sulival minden évben megyünk októberbe, azok hazamentek tulajdonképpen, a 9-esek, akiknek új volt, azok meg itták a várost, és elég komoly előkészületek vannak a most zajló katolikus világtalálkozóra, úgyhogy a város minden szempontból díszben volt, illetve zajlottak ezek az előkészületek, és csodálatos volt. Én semmilyen programot nem terveztem. Egy nagy beszélgetés volt a záró estén, illetve még a barátainkkal volt egy közös gitározás, Viola és Marcin, akik ott élnek néhány éve Krakkóban, ők voltak a segédeink, az egyetlen magyar pár, akik tulajdonképpen irányítgattak bennünket, meg szervezésben nagyon sokat segítettek, úgyhogy hálából mondtam egy áldást az életükre, és gitároztunk egy kicsit közösen, úgyhogy ez a Vável aljában volt. Néhány percünk van még, hadd zárjuk. Vagy még nem éppen zárjuk, de hogy szeretném megkérdezni tőled, Berci, hogy mi volt a legmaradandóbb emlék számodra? Vagy mi az, ami olyan igazi élettapasztalat? Hát az egész bicatúra egy nagy kaland, és ami a legjobban megmaradt bennünk, az a pörgés, az a hajthatatlanság, az a teljesíteni akarás, az marad meg bennünk a legjobban, az, hogy minden reggel máshol kelünk és fekszünk, ez annyira gyorsan pörög az idő, hogy amikor hazatér az ember, olyan lassúnak tűnik minden. Ezt volt, aki megjegyezte, hogy olyan hirtelen ért véget a túra lévén, hogy autókkal és busszal érkeztetek vissza, és elég rövid idő alatt kellett visszaállni a régi kerékvágásba. De hát még van a pakolás, a takarítgatás, még együtt vagytok ezekben a napokban is gyakran. Igen, most fejeztük be, tehát hogy körülbelül 3 nap kellett, amíg visszaadtuk az utánfutókat, kölcsönkért autókat, rádiókat, felszereléseket, tehát hogy tényleg jó volt. Másnap délben már egy ilyen 8-10 fős társaság jött vixolni a jégakukat, úgyhogy jó volt azért egy ilyen lecsengő 1-2 napot is eltölteni az udvaron. És gondolni a jövőre, nem beszélve arról, hogy már tudjátok, hogy mi lesz az úti cél 2017-ben. Igen, Fiuméba mennénk a tengerpartra, az egykori Magyar Királyság egyetlen tengerpartjára. Ez 987 kilométer, úgyhogy nem térképeztük még fel, meg kell nézni, hogy mi vár ránk, de nagyon elhatározott a társaság. Kérdeztem a Vável aljában, hogy ki az, aki jönne, és egy ilyen komoly jelentkezés volt. Nem hiszem, hogy valaki nem emelte volna föl a kezét, ami nekem gondot jelent, mert hogy 50-en vagyunk, és azért fontos, hogy jövőre vigyünk olyanokat is, akik még nem voltak a túrán, meglátjuk. Tehát lehet überelni az eddigieket, és akkor már a csapat is ezek szerint megvan. Hát köszönöm szépen ezt a beszámolót, és további jó munkát nektek, először is jó nyaralást. Köszönjük. Van még egy bejátszásunk a beszélgetés végére, amely szintén a biciklitúrához kötődik. Annyi jó gondolat elhangzott a tegnap a szervezők részéről, hogy nem hagyhattuk ki az adásból a következőket sem. A krakkói útnak a legnagyobb tanulsága? Hát nagyon összeforrott a csapat. Talán soha nem láttam még ennyire összeforni a csapatot. Annyira megszerettük egymást. Ez volt talán a egyik legnagyobb élmény. Számomra minden csapat a legjobb. Talán az idejéről azt tudnám elmondani, hogy a legvidámabb csapat volt, ahol bringán, illetve tábori élet szempontjából is nagyon magas szinteken ment a jókedv, az éneklés, a gitározás, a focizás, a szórakozás, és minden mellett pedig az egymásra való odafigyelés, ahol nem mindenki csak leszállt és letette a bringáját, és akkor ott élte maga kicsi dolgát, hanem oda mentek egymáshoz, megkérdezték, sőt, hozzám is jöttek, hogy na milyen 10 óra vezetés után, hogy érzed magad. És az odafigyelés annyira személyes szinten annyira megdöbbentett, hogy ha akadt egy kis adminisztratív munkám, egy iratot elrendelni, most letettem vacsora után a tányéromat, 10 perc után, miután visszatértem, valaki elmosta. Undeva pe la sfârșitul expediției, cred că mai aveam vreo 3 zile,
Și condițiile meteo au fost vitrege, deci am prins furtună de ploaie, 11 grade, urcam muntele, deci a fost foarte extrem. Și din toată echipa au rămas cei foarte sportivi, să zic așa, care 13 oameni, oameni, da? 13 bărbați, și fete și băieți, care au făcut acea porțiune în condiții extreme. Și am ajuns, neavând unde să ne cazăm, Jolt a găsit o sală de sport, ne-am cazat în sala de sport și am avut o discuție cu ei și am spus, dragilor, e foarte frumos ceea ce facem, este o ocazie incredibilă pentru voi să participați la această experiență și pentru mine, dar ar trebui să... să vă gândiți că nu este un chirandulaj, nu este o excursie, o tabără clasică, adică este o expediție extremă în care sunt foarte puțini oameni care au șansa să ajungă la așa ceva. Și se pare că i-am mobilizat un pic discursul meu și ce a zis Jolt, că și el a spus câteva cuvinte. Și a doua zi, vremea la fel de extremă, drumul la fel de greu, au strâns din dinți și au mers până la capăt. Egy olyan töbletet ad, amit máshol nem nagyon lehet megtalálni. Egy olyan kiegészítést ahhoz, amit mindennapokban találunk, amit nagyon-nagyon nehéz megtalálni, azt hiszem a 21. században. Megvan egy vadsága, attól függetlenül, hogy nagyon profi a felszerelés, nagyon előre tervezünk mindent, rendőrség segít sokszor, meg hasonlók. Van egy olyan vadsága és egy olyan... Hát nem tudom, valami, ami kicsit egy olyasmi, mint egy adrenalin szintet növel az emberbe, csak nem feltétlenül adrenalin, ez nem a megfelelő szó, vagy a megfelelő kémiai anyag, de valami van, amit úgy növel, és ami úgy jó, és ami kihat mindenre utána. És ami aztán hiányzik. Igen. Amitől kicsit függők válunk, biciklitúra függők.